Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, én Robi vagyok, ez az Anikó Kft. legújabb IC-t irányító és diszpécser rendszerének bemutatója lesz, méghozzá az audio rögzítésről lesz szó. Mint tudjuk, itt a rendszeren, vagy az E700-as, vagy az E720-as adóvevőkkel tudjuk rögzíteni a rádió forgalmazást, továbbá a Dispatcher programon is, magán a Dispatcher számítógépen, hogyha egy beszéd csatornán kiválasztjuk a felvétel gombot, akkor magára a számítógépre rögzül az adott csatornának a beszédforgalma. Viszont ez egy picit nehézkessé tette a, a dispatcher használt, tehát mivel folyamatosan üzemelnie kellett a dispatcher gépnek. Most a fejlesztéseknek köszönhetően van egy új rögzítési mód, méghozzá a szerveren történik a beszéd rögzítés, így nem kell menni egy dispatcher számítógépnek, plusz, hogyha arról van szó, akkor egy E700-as vagy egy E720-as készüléknek se kell folyamatosan bekapcsolva lennie, de akkor is meg lesz az adott flottának a beszédforgalma. Most nekem itt az SXBT adott segítséget, hogy bemutassam ezt a fajta lehetőséget. Ugye ők a tatabányai 4x4-es mentő csapatnak a flottája is egyben. Tehát az ő forgalmazásokat fogjuk megnézni. Hol tudjuk lekérdezni a már meglévő beszédforgalmazásokat? Be kell mennünk a jelentések menünkbe, és a jelentések lekérdezéseknél nem a helyi felvételt, hanem a hangfelvételt fogjuk választani. Mint látjátok, én itt már lekértem egy ilyen jelentés csomagot, de nézzük meg az elejéről, hogy hogyan is kell lekérni a jelentés csomagot. Kiválasztjuk magát az adott időszakot, és honnantól induljon a lekérdezés. Ezt elfogadjuk, és kiválasztjuk azt a dátumot, aminek a végével szeretnénk lezárni a lekérdezéseket, legyen ez a mai dátum. Fontos, a rendszer alapesetben 7 napig tárolja a beszédforgalmat, és ezután minden nap törlődik, ahogy változik a. Tehát ahogy eltelik a, a hét nap, úgy az előző napok mindig törlődnek. Érdemes lekérdezni az adatokat, és le is tölteni, de ezt most meg is mutatom nektek, hogy hogy kell letöltenünk. Mint látjátok, a keresés gombra kattintva megkaptuk az adott időintervallumon belül történt beszédforgalmazásokat. Látjuk, hogy milyen volt a hívás típusa, a csoportos hívás, látjuk a hívó felet, látjuk a hívott felet, ugye a csoport lett hívva, hanghívás kezdete, hanghívás vége, és az időtartalm. Itt azonnal le tudjuk tölteni a beszédforgalmat, de meg is hallgathatjuk a beszédforgalmat, hogyha arról van szó, belekattintunk, és ennek a, a, hívás időszaknak a mind a négy hívását látjuk. Itt most jelen pillanatban négy hívás van. Ugye amíg be nem záródik a csatorna, addig vannak a, a csoportoknak a, a, rögzítései. Így kisebb szakaszokra oszlik egy ö, ö, beszédforgalmi időszak. Le is tudjuk játszani itt azonnal a, a felvételt. Még mi a helyzet? Már van. Nézzetek mégis, ha jelentkezik, ha beértem, minden rendben volt, jó pihenést kívánok nektek, köszönöm, szuper este volt, sziasztok, jó éjszakát! Tehát, mint halljátok, így lehet visszahallgatni, mindjárt azonnal a felvételt nem kell egyből letöltenünk, de itt is látjuk a fontosabb adatokat, ki beszélt ugye a rádiónak a nevét, az azonosító ID-ját, látjuk, hogy hány másodpercig beszélt, és látjuk az időtartalmat. Ha leszeretnénk tölteni, akkor le tudjuk tölteni egyben az egész tartalmat, vagy ki is tudunk választani tartalmakat, és csak az adott kiválasztott tartalmat töltjük le. Rákattintunk a letöltésre, majd bejön nekünk egy felület, hogy hova szeretnénk menteni ezt a tartalmat, én most ide a felvételek menüpontba szeretném elmenteni. Kiválasztottam a mappát, és elindítottam a letöltést. Tehát így is le lehet ezt tölteni. Vagy ide kattintok a külső nézetbe, és itt indítom el a letöltést, de itt is már látszik, hogy meg is jelent a letöltés a könyvtárban. Érdemes archíválni, hogyha valakinek szüksége van a beszédforgalmakra, és elmenteni őket. Mint mondtam, 7 napig tárolódik alap esetben ez az adat a szerveren. Ha pedig vissza szeretnénk hallgatni, akkor csak rákattintunk, és látjuk a beszédforgalmakat. MP3 file formátumunk van, el is tudjuk indítani. Mi a már a... És, mint hallottátok, szépen meg is szólalt. Tehát ennyire egyszerű magának a beszédforgalomnak a letöltése. A, hogyha valakinek arra van szüksége, hogy ezt bármilyen okból dokumentálja, esetleg jegyzőkönyv mellé tudja csatolni, akkor nem kell már a számítógépet járatni. Itt a szerverről letölthető, és bárhonnan elérhető. Természetesen csak azoknak a személyeknek, akiknek jogosultsága van arra, hogy hozzáférjenek az adott flotta hanganyagához. Mivel én a 4 x es flottát segítem, és Csabiék biztosították nekem ezt a lehetőséget, így tudom ezt nektek bemutatni. Hát Ennyi lett volna a hanganyag letöltése. Én voltam egy Robi, ez itt az Anikó Kft. Icset irányító és dispatcher rendszerének az audio letöltés bemutató videója volt. Sziasztok!